Az előző részt, ami jó régen volt, hónapokkal ezelőtt, és amióta folyamatosan csak ígérgettük, hogy jön majd a folytatás, hát eddig tartott, elnézést érte. Szóval azt a részt ott hagytuk abba, hogy a Fidesz 2006-ban ismét elvesztette a választást. Orbán Viktort azonban nem olyan fából faragták, hogy csak olyan könnyen feladja álmait. Bár a második bukás után még saját táborában is megkérdőjelezték vezető szerepét, méghozzá nem a kétkezi polgári körös hívek, hanem a legbefolyásosabb pénzügyi és értelmiségi holdudvar. Ő azonban feltámadt, mint a Főnix madár, és 2010-ben kettőharmados győzelemre vitte pártját, amit azóta is rendre hoz a választások alkalmával. Ez méltányolandó politikai teljesítmény akkor is, ha messze nem csak a saját képességeinek köszönheti. Segítségére volt főképp és elsősorban az azóta kitagadott jó barát, Simicska Lajos, aki töretlenül biztosította ekkor még a szükséges anyagi hátteret. Őt egyébként kétrészes portréfilmben mutattuk be a nyár folyamán, ha kimaradt volna neked az a két videó, akkor a leírásba belinkeltük azokat is. Mellette Orbán segítségre volt még a piszkos eszközöktől sem visszariadó, Habony Árpád nevével fémjelzett pártmarketing hátország, valamint az őket professzionális kutatásokkal segítő Századvég. Továbbá a politikai mozgósítást új szintre emelő Kubatov Gábor. Ha lemaradtál volna a Fidesz történeti bemutató korábbi adásainkról, akkor ezeket is mind belinkeltük ide a leírásba. A mai adásban a jelenlegi kormánypárt 2006 és 2010 közötti menetelésének, a Fidesz mindeddig utolsó ellenzékben töltött 4 évének megyünk utána. Ha tetszik a tartalom, akkor iratkozz fel a patronálóink közé a Patreon oldalunkon, ami szinte itt a leírásban található meg. Ha eddig még nem iratkoztál volna fel a csatornára, akkor ezt mindenképpen pótold. Én Gulyás Márton vagyok, ez pedig itt a Partizán Info, kezdünk! Választási kudarc után a vesztes párt vezetői általában leszoktak mondani. Maga Orbán Viktor ígérte meg, hogy vereség esetén természetesen vállalja a következményeket. Az elnöksége felajánlja lemondását a párt következő kongresszusán, ezt Orbán Viktor jelentette be. A pártelnök szerint az elvesztett választásért minden felelősség őt terheli. A pártvezér végül nem mondott le, magasról tett a korábbi nyilatkozatára, és egy okos húzással sikerült is elhárítani a bajt. Egy zárt ajtók mögött megtartott kongresszuson, ahol az 1751 küldött közül tiltakozásképp mindössze 1023-an vettek részt, bizalmi szavazást kért az elnökséggel szemben. Mivel a hirtelen összehívott rendkívüli kongresszuson nem volt alternatíva, az Orbán által kért bizalmi szavazáson az elnökséget a voksok 87%-ával megerősítették a pozíciójában, így minden maradhatott a régiben. Megerősítette posztján Orbán Viktort és a párt 4 alelnökét a Fidesz 20. kongresszusa. A régi új pártelnök szerint őszinte szembenéző és alapos elemzést tartottak a választási eredmény okairól a rendkívüli kongresszuson. Az országgyűlési választásokat lezártnak tekinti a Fidesz, hétfőtől már az önkormányzatira készülnek. Viktornak látható és vezető szerepet kell kapnia, de más demokratikus versengésben kiválasztott, és a második vonalból érkező politikusok szerepének is egyre meghatározóbbá kell válnia. A zárt kongresszus után a pártelnök is reagált erre a felvetésre. Magam is beszéltem arról, hogy az a jó, hogyha egy fontos munkára több választási lehetőségünk is van. Ehhez pedig kellenek emberek. Ilyen pluralista elhajló véleménnyel ma Orbán nem, hogy vezetője, de mezei tagja sem lehetne a saját pártjának. Önnek nem hiányzik a választás lehetősége egy kongresszusról, tehát hogy egyszer legyen itt egy igazi küzdelem? Nem csoda, hogy Orbán a párton belüli demokrácia és pluralizmus esküdt ellensége lett, ugyanis a 2006-os választási kudarc után olyan történt, ami talán még soha. A jobboldali házi médiában egyre többen kezdték el pedzegetni, hogy a miniszterelnök vagy a kampánystáb hibázott. Talán nem is a hőszeretett Orbán Viktor a legalkalmasabb az úgynevezett polgári oldal vezetésére. Úgy tűnt, hogy vezetése alatt a szavazatszerzés maximalizálódott. A Fidesz szinte maradék nélkül begyűjtötte a lehetséges jobboldali szavazatokat, de senkit nem volt képes megszólítani a centrumban, és ez így összességében nem volt elég a győzelemhez. A választás második fordulója után néhány nappal Kósa Lajos olyat mondott,
ami korábban és azóta is elképzelhetetlen. Úgy gondolom, hogy van egy olyan csomó feladat, amit még mindig az elnök úr tud a legjobban elvégezni. Az valószínű, hogyha itt teszi fel a kérdést, hogy lesz-e még egyszer Orbán Viktor miniszterelnök jelölt, akkor erre inkább azt mondom, hogy nem tartom valószínűnek, mert valószínű, hogy egy más felállásban kell egy következő választáson megméretetni. Értsem. Hogy mi van? Viktor szerint lehetséges, hogy igaza van pártársának, Kusa Lajosnak, aki azt mondta, hogy a Fidesz elnökét nem tanácsos miniszterelnöknek jelölni a következő választáson. Kósa részéről ez nem csak egyszeri elszólás volt. Néhány héttel később az akkori debreceni polgármester arról elmélkedett, hogy a Fideszben szét kéne választani a táltosi és a törzsfőnöki pozíciót. Na, várjál, lefordítom magyarra mindannyiunk Lajosát, szóval arra akart utalni, hogy bár továbbra is Orbán Viktornak kell egyben tartani a jobboldalt, Kósa szerint személye nem elég megnyerő az egyszeri szavazó számára. Vagy ahogy a 168 órának adott interjújában fogalmazott, Orbán tártosnak sokkal alkalmasabb, mint operatív irányítónak. Május végén ráadásul megjelent egy titokzatos írás a Magyar Nemzet hasábjain, amelyet egy bizonyos Égei Antal egyetemi hallgató jegyzett, és amelyben Pokorni Zoltánt belbudai birodalomépítéssel vádolták, mondván Orbán Viktor helyére pályázik, és a Fidesz liberális szárnyának képviselőjeként át akarja venni a konzervatív jobboldal felett az irányítást. Kis magyar kremlinológiai adalék, hogy a cikket sokan úgy értelmezték, mint amiben Simicska Lajos, a Magyar Nemzet tulajdonosa és Orbán akkori legfőbb gazdasági szövetségese, figyelmezteti a pártelnököt, hogy szilárdítsa meg a hatalmát, mielőtt más üzleti körök a párt vezető politikusaival új erőközpontot hoznának létre a jobboldalon. Pokorni ekkoriban ugyanis Budapestről újította volna meg a Fideszt. Állítólagos stratégiája szerint a 2006-os önkormányzati választáson a 12. kerületi polgármesteri széket megszerezve Budán új erőközpontot alakított volna ki a párton belül, amellyel aztán a 2010-es főpolgármesteri harcra készületett volna. Hogy ezekből a pletykákból mi volt igaz és mi nem, sok tekintetben lényegtelen. Ugyanis ami igazán fontos, hogy 2006 nyarán egyre nyíltabb vita kezdett kibontakozni a jobb oldalon egy esetleges post-viktoriánus korszakról, ami a nagy nyilvánosság számára is világossá tette a párton belüli törésvonalakat. Egyik oldalon álltak a nemzeti liberálisok, velük szemben pedig a szélső jobboldaliak. A jobbra tolódás a prominens fideszeseknél nagyon látványos volt. Sokan együtt mentek egyre inkább jobbra a Fidesszel, mások húzták maguk után a szélső jobboldal felé a pártot, és ezzel együtt gyakorlatilag a teljes magyar jobboldalt. Ilyen volt Kövér László, akire sokszor hivatkoztak a párt ökleként, vagy Bajes volt, aki egy rövid 93-as népszabadságos kitérő után szépen lassan visszatolatott a Fideszbe. Az első Orbán kormányban már kormánybiztosi tanácsadó volt, majd az elmúlt két évtizedben egyre inkább jobbra, jobb szélre orientálódott. 2006-ban a hírhet Cigány Liszka című, azóta az eredeti helyéről, a Magyar Nemzet oldaláról eltávolított publicisztikájában arról írt, idézem, cigánygyerek elgázolása esetén tapossunk bele a gázba. Ha időközben körbeállják autónkat a cigányok, még inkább tapossunk bele a gázba. Akit még elütünk, annak pekje van. Sajnos tudom én, ha az ember elüt valakit, muszáj megállni. Jó, ha indulás előtt beszerzünk egy lőfegyvert. Ha elütünk egy gyereket, álljunk meg, és ha gyülekezni kezdenek körülöttünk az állatok, használjuk bátran fegyverünket. Figyelem! Bayer mindezt még jóval a cigányok elleni rasszista sorozatgyilkosságot megelőzően írta le. A párt alapítói vagy a Fidesz liberális korszakában csatlakozott politikusok az évek során, főleg a 2003-as párt centralizáció után egyre inkább háttérbe szorultak, és olyan új polgári körös politikusok kezdtek egyre inkább meghatározó szerepbe kerülni a párton belül, mint a Fradi 2-es szektorából párt igazgatóvá avanzsált Kubatov Gábor, vagy az Izrael zászlós égetésről elhíresült Tilos Rádió elleni tüntetés szervezője, Pesti Imre. Orbán ekkor már mindent alárendelt egy későbbi elsöprő győzelemnek, és fittyet hányt a belbudai értelmiség fanyalgására. A váratlan 2002-es bukás után lecserélte kampánystábját. Ekkor még élt, csak 2010-ben hunyt el a Polgári Magyarország termékével házaló Vermeer András, akinek a pártarculatra 2006 után már nem volt semmilyen befolyása. Orbán a saját politikai elzüllésének morális felelősségét pedig kiszervezte a választókra, mondván a magyarok, a politikusok
anyagiasak és önzők, azaz ideig, óráig sikeres lehet a középosztály kizárólagos nyalogatása, de hosszú távon ennél biztosabb megoldásra van szükség. Vannak okos és okoskodó politikai elemzők, akik a polgári Magyarországot politikai terméknek, úgy szólván tévedésnek tekintik. A fideszes szlogenek közül kiveszőben volt a polgári Magyarország ígérete, és a színfalak mögött látszott, hogy egy következő Orbán kormány jóval radikálisabb jobboldaliságot fog képviselni, mint a 98 és 2000 közötti kabinet. Orbánt ráadásul nem akárki bíztatták a jobboldali populista fordulatra. 2008 óta a Fidesznek, pontosabban a századvég agytrösznek dolgozott az amerikai republikánus párt két kőprofi tanácsadója, George Birnbaum és a 2017-ben elhunyt Arthur Finkelstein. Jól ismerem őt, igen, nagyon kiváló és elismert szakember. Mikor dolgozott utoljára a Fidesznek? Hát velem van kapcsolatban, nagyon gyakran, legutóbb. Két napja volt nálam. Azt a Fidesz és a kormány is tagadta, hogy a tanácsadó kapott volna fizetést. A miniszterelnök sajtófőnöke korábban annyit írt, idézem, nincsen semmilyen formális, hivatalos munkakapcsolat közöttük, Orbán Viktor kíváncsi az ő véleményére, és ezért szoktak beszélgetni egymással. A párost a jobb, sőt a szélső jobboldal nemzetközi segítőjeként ismerni Izraeltől a Balkánig. Fő módszerük a negatív kampány, a liberális értékek szitokszóvá tétele, a targetált gyűlölet, legyen szó a migránsokról vagy Sorosról. Magasan jegyzett szakemberek a végtelenségi cinikus és veszélyes módszerekkel. A meleg párkapcsolatban élő zsidó származású Finkelstein minden gátlás nélkül bíztatta buzézni, lépsézni és zsidózni amerikai ügyfeleit. És ezzel sikert sikerre halmozott a számukra. Budapesten fő kapcsolattartójuk a századvégnél dolgozó Habony Árpád volt, úgy szintén Orbán friss igazolása. Az egykori legendás Korona őr 2002 környékétől serteperdélt a Fidesz környékén. Orbánnak Dajcs Tamás mutatta be őt, mint tehetséges marketing szakembert. Igazán nagy befolyása a későbbi években tett szert, mint Orbán hivatalosan soha ki nem nevezett tanácsadója. Önképző tehetség, a ködös életrajzi adatokban csak az 1981-ben megszerzett érettségit és díszítő szobrász végzettséget lerni fel. Ezt a papírt a képzőművészeti szakközép állította ki Habonynak. Ismerőjük szerint korábban Pöpecen felújított használt bútorokkal házalt, ebben segítette az úgy szintén kalandos életű nagybácsia, Szetlik Ferenc, a Józsefvárosi kínai piac üzemeltetője. Szetlik révén pedig már csak egy lépés a legsötétebb alvilág. A piacos nagybácsi özvegye, Pápa Marien, intim viszonyban állt a köztörvényes büntetek miatt elítélt Portik Tamással. Nem csoda, ha ezeket az új fideszeseket fenntartásokkal figyelte a professzorok Batthyány köre és hasonló, hagyományos értelemben vett konzervatív holtudvar. A hatékonyságokat azonban nem lehetett elvitatni. A máig érvényes módszer leegyszerűsítve, Finkelsteinig bedobnak egy új topikot, aztán azt politikai tartalommal töltik fel, és addig szajkozzák, ami ellen veszti eredeti jelentését. Legyen szó akár pozitív, akár negatív fogalmakról. A századének pedig semmi sem drága alapon, nagy mintás közmény kutatással bemérik az attitűdöt. Ha az eredmény megfelelő, indulhat a kampány. Ha nem, sútba vágják és keresnek valami újat. A közvélemény megdolgozásának célja természetesen a választási győzelem, amihez közel következik, sikeres mozgósítással vezet az út, ezt minden pártban tudják, vagy legalábbis tudták még 2010 előtt. Olyan adatbázissal azonban, ami a Fidesz birtokában állt, és amit a Finkelstein, Birnbaum, Habony trió útmutatása alapján kezdtek el építgetni, más formáció már akkor sem rendelkezett. A különféle konzultációknak álcázott nagymintás felkérdezéssel és egyéb féllegális módon frissítgetett választói lista használatának főpróbájával a 2009-es pécsi időközi polgármester választáson találkozhattunk, ahol végül Páva Zsolt csak nem ráduplázott a balos jelöltre, Szili Katalinra. A fideszes kampánystáb titkait, az addig csak politikai pletykákban emlegetett választói lajstrom létezését a kiábrándult jobbos blogger, a Pécs csapatnak is bedolgozó Gary Greyhound videójában lehetett megismerni. És mennek is szavazni, tehát azt mondják, hogy mennek is a Pávára szavazni. Mennek, igen. Egy ilyen 15%-ot nem tudtunk elérni, biztatóak a jelek, tehát egy ilyen 135 ember, aki azt jelezte vissza, hogy fog jönni szavazni, és minket támogat.
az egyéni választókörzetek választása jogosultjait idegen, barát, bizonytalan rendszerben nyilvántartó módszer, bár alapvető adatvédelmi jogokat sért, azóta is töretlen népszerűségnek örvend. A 18-as kampányon a szegedi Fidesz például saját magát buktatta le, ezt az átlátszó mutatta be később. A listát nem véletlenül nevezték el az egykori foci ultráról, Kubatov Gáborról. Pártigazgatóként az ő feladata gondozni, frissítgetni az adatbázist, a kritikus időpontokban pedig aktivistákat vezényelni a terepre meggyőzés céljából. De most még kanyarodjunk vissza 2006-hoz. Nyomban a ciklus elején Orbánik megütötték a politikai főnyereményt, már-már karmikus szerencse kell az efféle találathoz. Ráadásul a csodafegyvert maga a regnáló kormányfő Gyurcsány Ferenc szolgáltatta. Érdemes felidézni a választás utáni politikai közhangulatot. Orbán a padlón, Gyurcsány az egekben, az egyébként is túlmozgásos kormányfőt, mármint az akkorit, saját nagyívű reform elképzelései tartották lázban. Egy hónappal a választási győzelem után, május 26-án a szocik zárt frakciúlést tartottak a Balaton összödi egykori pártüdülőben. Gyurcsány ott elmondott úgynevezett programbeszéde már kiszivárgása előtt legenda lett. A koalíciós partner vezetőit például azzal hívogatták a kormányfő belsőkörös bizalmasai, hogy a főnök elmondta élete szónoklatát. Aminek a lényege dióhéjban, szarban a gazdaság, kiigazításokra lesz szükség, még inkább úgynevezett reformokra, vagyis megszorításra. Mindez olyan költői túlzásokkal megspékelve, miszerint a választók átlettek verve, az államháztartás szálmaival, a miniszterelnök nagyívű reformjának pedig nem más az akadálya, mint az MSZP pártelitje. A beszéd Balatonöszödön hangzott el egy szocialista frakciúlésen és a Magyar Rádió honlapján jelent meg. Gyurcsány Ferenc a Híradónak elismerte, hogy ő beszél a felvételen. Mint mondta, a hazugság csapdájába az egész politikai elit beleesett. A Fidesz csak holnap reagál, az MDF szerint a miniszterelnöknek le kellene mondania. A szabad demokraták nem tartanak attól, hogy veszélybe kerül a koalíció. Végtelen politikai vakság kell ahhoz, hogy az őt bársonyszékbe segítő, akkor még úgy, ahogy egyben lévő szocialista párt ordinári lealázását, a választók hasznos hülyekét illusztrálását retorikai bravúrként értelmezzék, de hát ha így gondolkodott az akkori MSZP-s pártvezetés, akkor lelkük rajta. A különös azonban az, hogy Orbán, mint egy varázsütése, már ekkor, mint egy Gyurcsánnyal párhuzamosan megkezdte a 2006-os választások elcsalásáról szóló narratívát teríteni. Április közepén nyilatkozta például a Magyar Nemzetnek, aki a baloldalra szavazott, most szembesülhet azzal, hogy a kormány becsapta. Júliusban tusványosan a nagyotmondások szokásos szintén még tovább ment, és szervezett politikai hazugságot emlegetett. Ilyen előzmények után tették közkincsé, máig ismeretlen kezek a teljes Gyurcsány beszédet. Az egyetlen személy, akiről majdnem biztosan tudni, hogy részt vett az akcióban, ezt az állítólagos szerepét ma már sem cáfolni, sem megerősíteni nem tudja. 2009 óta nincs az élők sorában, a bolíviai rendőrség végzett vele egy terrorista ellenes akció során Santa Cruzban. Rózsa Flores Eduardót politikai kalandorként ismerte a fél ország. Volt kiszes, megfordult a KGB moszkvai főiskoláján is, horvát oldalon harcolt a délszláv háborúban, ahol ezredesi rangig vitte. Erős kötődései voltak a magyar szélsőjobb felé is. Rózsa Flores közvetítői szerepét a kiszivárogtatásban a magyar titkos szolgálatok vizsgálata is alátámasztotta. Bizalmasa, a Kapu folyóiratot szerkesztő Brádi Zoltán már Rózsa Flores halála után mondta a HVG-nek, hogy barátja több médiánál is házalt annak idején a hangfelvétellel, de minden onnan lepattant, kivéve a közrádió internetes oldalát. Az eredeti forrást illetően Brádi is csak találgat. Mint mondta, Rózsa Flores egykori kiszes eltársait emlegette neki annak idején. Vagyis ő is, akárcsak maga Gyurcsány, az MSZP-s belháborús elmélet híve, míg szociberkekben a beszédet máig a szónoklattan magasiskolájának tartó ex-miniszterelnöknek és környezetének önleplezését sejtik és sejtetik a háttérben. Méghozzá úgy, hogy mindenről még alkudoztak fideszes tanácsadókkal is. Itt jött képbe a Rózsa Flores szintén ismerő észak-magyarországi fideszes erős ember Bíró Márk neve. Bármelyik változat is a valós, nem nehéz kapcsolatot találni Rózsa Flores és a Gyurcsányéra prominensei között. A főállású forradal már volt az ELTE utolsó kis titkára. E minőségében jól ismerte a szervezet akkori vezetését. Napi munkakapcsolatban állt például Szilvási Györggyel, aki 1985 és 89 között a KISZ KB egyetemi és főiskolai tanácsának titkára volt, miközben a tanács elnöke Gyurcsány Ferenc. Az összödi beszéd 2006 májusi elhangzása idején
a Gyurcsány bizalmas Szilvási a kancelláriát vezette, a szeptemberi kiszivárogtatáskor pedig a titkosszolgálatokat felügyelte. Ajaj! Akár gyurcsányisták, akár ellengyurcsányisták tették közkincsé a hangfájt, nem feltétlenül sejtették, hogy a 2000-es évek első évtizedének legnagyobb politikai botrányát kavarják. A beszéd nyilvánosságra kerülése után Budapesten és számos nagyvárosban tüntetéssorozat kezdődött, ami csak hamar állandósult utcai zavargásokba csapott, történetesen a Kubatovtól nem távoli labdarúgó ultrák tevékeny részvételével. A jelenlegi ásotthalmi polgármester, a Fidesz-szel megszületése óta együtt mozgó Mi Hazánk nevű pártformáció vezére, Torockai László vezetésével lángokba borították a köztévé akkori székházát. Ez csak egy volt. A gyakorlatilag 2008-ig tartó polgárháború közeli akciósorozatból nem múlt el nemzeti ünnep, minimum macskakőhajigálás, autógyújtogatás és molotov koktél dobálás nélkül. A Kossuth téren jobbos és szélső jobboldali csoportok vertek tanyát hónapokra. A Gyurcsány kormány ellehetetlenült. Sólyom László köztársasági elnök nyíltan, a külföldi nagykövetségek köztük az Egyesült Államoké fű alatt az ellenzék, azaz Orbán pártját fogta. Ma már vicces, hogy April Foley akkori nagykövetnek elsősorban Gyurcsány orosz barátságával volt gondja, a Wikileaks-en kiszivárgott táviratok szerint, de egyáltalán nem volt alaptalan az amerikai aggodalom. Gyurcsány 2006-ban a saját villájában látta vendégül az orosz elnököt, Dobrev Klárával oroszul társalogtak, és a Gyurcsány család kutyája, Totó is nagy szeretettel fogadta Vlagyimir Putyint, többször meg is puszilta, ahogy ez az MTI fotóin is látszik. Az akkori bulvárlapok fotóján Dobrev Klára, Vlagyimir Putyin és Gyurcsány Ferenc szerepel, illetve Totó, a Gyurcsány család kutyája, akit az orosz elnök a kezébe is vett. De térjünk vissza a 2006-os utcai politizáláshoz. A rendőrséget hol azért érte vált, hogy képtelen rendet tartani az utcákon, hol az ellenkezője miatt, miszerint erőszakkal folytja vérbe a békés megmozdulásokat. Ez utóbbi kapcsán egyébként megalapozottak a kritikák. Brutális felvételek vannak az azonosítószám nélküli rendőrökről, akik a földön fekvő ártalmatlan embereken gázoltak át, megrugdosták és gumipotozták, akit értek. Az összödi beszéd kiszivárgása és a rendőrterror után csökkenések indult a MSZP támogatottság, majd az ennek következtében az önkormányzati választáson elért nagy arányú jobboldali győzelem átmenetileg elhallgattatta az Orbán kritizálók hangját. Orbán ismét erejeteljében magabiztosan szerepelt ebben az időszakban. A legemlékezetesebb pillanat talán, amikor az akkor épp a baloldal parancsai teljesítő TV2 élő adásában minden túlzás nélkül nyilvánosan megfingatta Schwábi Andrást. Orbán szinte lubickolt az interjú során, halálnyugodt volt, mosolygott, végigvezette és uralta a beszélgetést, amivel olyan mértékben tette köznevetség tárgyává Schwábit, hogy a riporter ezért a teljesítményért egy évtizedig egyetlen csatornán sem kapott képernyőidőt. Fiatalabb nézőink kedvéért nézzünk meg most egy hosszabb részletet ebből a legendás ünnégetésből. Ne haragudjon, ezt nem lehet kimagyarázni, megpróbálhatja ezt. Sok országban nem hozták már a költségvetési számokat, maradjunk annál. De itt nem arról van szó, hogy nem hozták a költség... Bocsánat, már megint csúsztatás. Nem arról van szó, hogy nem hozták a költségvetési számokat. Arról van szó, hogy a miniszterelnök bevallja, hogy már amikor azokat a költségvetési számokat leírták, pontosan tudták, hogy azok nem igazak. 100 trükkel csaptuk be a képviselőket. Ez a helyzet. Ezt nem kell kimagyarázni. Nagyon sajnálom, hogy oly sokan szegődnek fogadott vagy fogadatlan prókátorra. Ezek olyan mondatok, ezek bűncselekmények. Ezeket nem lehet kimagyarázni, kérem. És közben tönkrement egy ország, a diákok, a nyugdíjasok meg a munkások fogják megfizetni azt, amit a miniszterelnök okozott. Ne haragudjon már, és ön meg itt mentegeti. Én nem mentegetem, hát én azokat uram. Mondom, én nem mentegetem, én azokat uram, mondom, amiket, amiket lehet mondani. Kérdés az, és azt akarja bebizonyítani, hogy a miniszterelnök nem tett semmi olyat, amiatt egyébként embereknek demokratikus, békés elnök módon úr. Joguk lenne kimenni az utcán. Nagyon sok nemzetközi véleményt hoztam magammal, lehet, hogy van, aki azt mondja, amit ön, nagyon sokan azt mondják, hogy... Minden nemzetközi szakértő egyetért abban, hogy probléma ezzel a csomaggal az... Minden nemzetközi igen, szakértő. Hogy probléma ezzel a csomaggal kapcsolatban az, hogy az adóbevételekre helyezi a hangsúlyt, ahelyett, hogy a kiadás csökkenésre helyezi. Elnök úr, ezek a kijelentések szerintem, amit például ön nem mondhat. Mi az, hogy minden nemzetközi szakértő? Nyilvánvalóan minden nemzetközi szakértővel nem tárgyalt. Hát, akit olvastam, mind azt mondta, kedves Fábi úr, hogy ezzel a megoldás, amit a kormány támogat, az a baj, hogy túlságosan sokat vár, és sok megoldási reményt fűz az adóemeléshez, és túl kevés kiadáscsökkentést hajt végre. De ebben egyetértés van.
tudok ellenkező példákat hát mondani. Idézzen, menjünk, legyen kedves. Menjünk a... Ha már ön, a témát ön hozta szóba, itt vagyunk, legyen kedves, idézzen egy ellenkezőt, amelyik azt mondja, hogy kevesebb kiadáscsökkentés és több adó. Az utcai zavargások közepette az októberi önkormányzati választáson aztán tarolt a jobb oldal. Szinte valamennyi megyei közgyűlésben többségbe került a Fidesz, és számos megyeszékhelyen visszaszerezte a polgármesteri széket. De a legfinomabb falatot Budapest főpolgármesteri székét végül alig másfél százalék pontnyi különbséggel sikerült az addigra már egyre inkább megzuhant Demszky Gábornak megőriznie Tarlós Istvánnal szemben. A választás után néhány hónappal 2007. januárjában a párthoz képest merőben szokatlan dolog történt. Valaki kiteregette a sajtóban a párt belső szennyesét. Először is ismét hangosabbak lettek a jobb oldalon belüli kritikus hangok. Hallgassuk csak meg Stumpf István, Orbán egykori tanára, jelenleg alkotmánybíró, akkori gondolatait. Néhány perces beszélgetésünket arra használnám föl, hogy inkább Orbán Viktor és az ellenzéki párt munkájával foglalkozunk egy nagyon picit. Ön azt mondta, hogy ha Orbán Viktor nem változtat, nem tudja stabilizálni a helyzetét. Mibe kell változni Orbán Viktornak ön szerint? Én azt gondolom, hogy Orbán Viktor nagyon fontos politikai feladatot oldott meg Magyarországon, és ezt azt gondolom az ellenfele is elismerik. Egy néhány százalékos kis radikális generációs pártból egy nagy európai középpártot épített fel. És ezt jó részt az ő érdemének tudják be az ellenfele is és a támogató is. Megteremtett egy egységet, egy nagy jobboldali egységet, és ezt az egységet elsősorban morális, spirituális, érzelmi alapon tartja egybe. Amit én kritizálok, az az, hogy szerintem a kormány folyamatos és fenntartható morális kritikája mellett szakszerű és konstruktív kritikát is kellene az ellenzéknek vinnie, és amit én mondok, hogy ha nem sikerül az ellenzéknek megtalálnia, hogy a jelenleg felmerülő problémára, a nyugdíjtól, amiről itt reggel volt szó, a közigazgatás lopakodó regionális reformján át, az egészségügyi rendszer problémáján keresztül megmondja, hogy ő egy milyen társadalomat képzel el, akkor probléma lesz. 1998-ban, amikor van más választás polgári Magyarországot fogalmazott meg a Fidesz, világos volt, hogy milyen jövőképpel dolgozik. Most itt a kampányban nagyon sokféle üzenet hangzott el, ezért az emberek egy része szeretné világosabban látni, hogy mi az az üzenet, ami a Fidesz számára, hogyha hatalomra kerül, akkor nem csak üzenet lesz, hanem egy megvalósítható. De elnök úr! No fene! Nem csodos, Stumpfot már 2005-ben leszették a Hír TV képernyőjéről, hiszen műsorában már akkor rendszeresen kritikus hangnemet ütött meg a vezénylő tábornok úr politikai irányvonalával szemben. És ez volt az időszak, amikor a Fidesz a század véget lecserélte a Nézőpont intézetre, amelynek egyetlen feladata a fideszes vélemények nyilvánosság előtti megjelenítése lett. De a java csak ezután jött, ugyanis a Magyar Nemzetben ismét megjelent egy álnéven írt cikk, melyben Schmidt Máriát és Áder Jánost egy új jobboldali párt alapításával és a nagytőke érdekeinek kiszolgálásával vádolták meg. A Schmidt Mária Ante Portas című publicisztikával kapcsolatban legalábbis megalapozott a gyanú, hogy az Orbán Viktor megrendelésére született, melynek célja Áder János elletetlítése volt. Az írás alaposan felkavarta a jobboldali politikai életet. A cikk azt állította, hogy a terrorháza vezetője a párthoz kötődő gazdasági szereplőkkel közösen egy új jobboldali párt létrehozásán munkálkodott, melynek potenciális vezetője Áder János lenne. A cikk annyiban igazállításokon alapult, hogy ezekben az időkben Schmidt Mária valóban rendszeresen szervezett a párt vezető politikusainak és értelmiségi holdudvarának a jobboldal jövőjéről beszélgetéseket, melyeken elsősorban a párt 2006-os választási vereségének okairól vitatkoztak. Vissza kéne térni a 90-es polgári eszményhez. Jó irány a plebejus politika, csak rosszul kivitelezték? Áder János valójában csak néhány alkalommal vett részt ezeken a megbeszéléseken, ahol több esetben kritikát is megfogalmazott, de az Orbán iránti feltétlen lojalitása sem akkor, sem azóta egyszer sem kérdőjeleződött meg. Ezért Orbán vélhetően egyfajta megelőző csapásnak szánta a cikket. Habár nem volt igaz, amit Áderről állított a cikk, mégis ő volt az a személy a pártban, akinek tekintélye és tapasztalata miatt egy esetleges Orbán ellenes lázadás esetén a legnagyobb esélye lett volna a párt vezetésének átvételére. Orbán mindössze egy alkalommal reagált nyilvánosan a cikkre, amikor a Blicknek arra a kérdésére, hogy az ő érdekében állt a cikk megjelenése, ironikus mosollyal csak annyit mondott, hogy ne, meg a mostani szilvihar is az én érdekemben állt, persze ezt már ismerjük.
Orbán Viktor ezekben az időkben szokatlan nyíltsággal kritizálta a jobboldali értelmiség. Elek István, az első Orbán kormány főtanácsadója szerint Orbán Viktor sokkal kevesebb önkritikát gyakorolt a 2006-os vereség után, mint amennyi indokolt lett volna. Stumpf István pedig durva, penetráns támadásnak és olcsó bolsevista trükknek minősítette a cikket, mely szerinte nem jelenhetett meg Orbán Viktor tudta nélkül. Ön szerint Orbán Viktor tudott erről a cikkről? Nem tudom, Orbán Viktor majd elmondja, hogy de én nehezen tudom elképzelni, hogy a magyar nemzetben ilyen súlyú cikk úgy jelenik meg, hogy legalább nem említik meg neki, hogy mi van pontosan benne elképzelhető. Akkor ezek szerint lehet, hogy Orbán Viktor arról is tudott, ami mondjuk nyáron megjelent Pokorni Zoltánnal kapcsolatban, ugyanitt a magyar nemzetben? Fölösleges ezt találgatni, Orbán Viktortól kell megkérdezni. A jobboldal jövőjéről szóló viták minden esetre ezekben az időkben ismét a nyilvánosság előtt zajlottak. Az Index például egyenesen azt állította, hogy Orbán kilép a Fideszből, és a KDNP vezetőjeként folytatja a politizálást, de pár nappal később megjelent Gorka Sebestyén is, aki 2014 után egészen Trump biztonságpolitikai tanácsadói pozíciójáig repült, majd zuhant is jó nagyot. Rendszeresen nyilatkozik különböző amerikai hírműsoroknak, értékeli a világpolitikai fejleményeket, és képviseli az új elnök álláspontját. A napokban viszont már a Trump-al leginkább baráti médium, a Fox News műsor vezetője is megemlítette Gorka Sebestyénnek egy interjú végén, sokat támadják. A CNN pedig most már kész tényként közölte, Gorka Sebestyén a nyárig elhagyja a Fehérházat. A név nélkül nyilatkozó források szerint a tanácsadó ellentmondásos ügyekbe keveredett, ezért kell távoznia. Gorka 2007 elején egy új jobboldali párt alapítását jelentette be, és három nagy érdekcsoportról beszélt nyilvánosan a Fideszen belül. Az Orbán Simicska, a Schmidt Mária és Stumpf István és a Pokorni Zoltán körül csoportosuló politikai erőkről. A 2007 májusi tisztújítása viszont Orbán konszolidálta a hatalmát. A Fideszben még a kritikus hangok is felismerték, hogy nem Orbán az ellenfelük, hanem Gyurcsány. Így Orbánt ellenjelölt nélkül választották ismét a párt élére. A választás előtt ráadásul kiegyezett Kósa Lajossal is, aki nem kritizálta többet a pártelnököt. Cserébe a Fidesz alelnöke lett, ezáltal bekerült a párt vezérkarába. Orbán pedig megfogalmazta az új irányvonalat. Bármikor is érkezzék el a következő választás napja, most azt a lehetőséget kínálja fel a sors, hogy azon a napon minden idők legerősebb Fidesze álljon szemben, minden idők leggyengébb MSZP-jével. Orbán Viktor szerint ismét célul kell kitűzni a teljes foglalkoztatottság elérését, a munkabért terhelő adók és járulékok csökkentését, a családok és a vidék magyarságának támogatását. A ciklus végén végül valóban minden idők legerősebb Fidesze állt szemben, minden idők leggyengébb MSZP-jével. Síralmas, de igaz, hogy néha még fölmerült Kósa Lajos esetleges miniszterelnök jelöltsége is, de ez az ötlet még az akkori Fideszben is ugyanúgy közlevetség tárgya volt, mint hát most, na. Néhány órával azután, hogy megjelent a heti Világgazdaság interjúja Kósa Lajossal, a polgármestert kedélyesen fogadta Orbán Viktor Debrecenben. Sokan nem ezt várták, ugyanis a Fidesz alelnöke a HVG-nek azt mondta, el tud képzelni olyan helyzetet, amikor elvállalja a kormányfői megbízatást, és olyat is, amikor nem. Az ellenzéki párt két vezető politikusa a nyilvánosság előtt igen gyorsan rendezte a kérdést. Az én részemről biztos nincs olyan szándék, hogyha nem konszenzuális a döntés, akkor szó sincs arra, hogy bárkiten egyéni ambíciókat táplál, és ahogy az elnökségnek... Nem rántasz kartot, ha ez egyáltalán tessék. Nem. Orbán Viktor azt mondta, Kósa Lajos szórakoztató interjúalany. Szerinte a cikkből az is kiderült, hogy a Fidesz komoly értékeket közvetít Magyarországon. 2007-ben Orbán végérvényesen a Fidesz örökös vezetőjévé vált, aki innentől kezdve újra ugyanazt a politikai stratégiát követte, mint 2002 után, de egy lényegesen könnyebb ellenféllel szemben. Tanulva az előző ciklusból, most arra törekedett, hogy egy előrehozott választáson váltsa le az MSZP-t. A Fidesz és a pártelnök politikai stratégiája három alapon nyugodott 2002 óta. Utcai politizálás, papagájkommandó, megbízható káderek. Vagyis a politizálást ki kell vinni az utcára nemzeti konzultációkkal, népszavazásokkal, polgári körökkel, hogy a Fidesz biztos hátországot építhessen fel magának és folyamatosan politikailag aktív állapotban tartsa a bázisát. Ezen felül a hagyományos politizálási területeken, vagyis a parlamentben és a sajtótájékoztatókon az úgynevezett papagájkommandó módszerrel kell ismételgetni ugyanazokat a leegyszerűsített kifejezéseket, amíg azok minden választó fejébe be nem mennek. Végezetül pedig a fenti két stratégiai feladatot megbízható emberekre kell bízni, a Fidesz
új generációs politikusaira. Az utcai politizálás első, lényegesebb megnyilvánulása az összedi beszéd nyilvánosságra kerülése után a Kossuth tér elfoglalása volt. Amikor meglátta a tömeg őket, akkor megtapsolták, elénekelték a himnuszt, majd visszaindult a tömeg ide a Kossuth térre. Nem sokkal ezelőtt, egy néhány perccel ezelőtt érkeztek vissza. Szó volt arról is, hogy ide jönnek azok, akiket elengedtek, de egyelőre még a színpadra nem mentek fel. És erről a színpadról még azt kell tudni, hogy nem sokára lecserélik majd a szervezők szándékai szerint, hiszen kulturális rendezvényen fogják alakítani a demonstrációt, és egy olyan nagy színpadot akarnak, amelyen akár szabadtéri színházi előadásokat is lehet majd tartani. Ami változás még itt a téren, hogy eltűnt a gulyáságyú, az ANTSZ ugyanis betiltotta a meleg konyhát. A Fidesz vezetői ultimátumokban követelték a kormányfő távozását, ám ezek eredménytelennek bizonyultak. Legfeljebb az MSZP zárt össze még inkább Gyurcsány mögött. A kossuthtéri állandó tüntetés pedig céltalannak tűnt. Orbán Viktor ezért megint elővette a népszavazási kártyát, és néhány jól megválasztott kérdésben referendumot kezdeményezett, amikből végül három át is ment az Alkotmánybíróság szűrőjén. A tandíj, a vizitdíj és a kórházi napidíj eltörlése érdekében a vezér mozgósította a kampánygépezetet, egyszer s mind mederbe terelte az utcán elszabadult indulatokat. Ez volt az úgynevezett szociális népszavazás. A jövő igennel kezdődik. Sikert az érhet el, aki elindul, aki belekezd, aki igent mond a jövőre. Igent a tudásra. A tandíj nem veheti el gyermekeinktől a tanulás lehetőségét. Ők mindennél fontosabbak. Igent az egészségre. Ezért fizetjük minden hónapban a TB-t. És fizetünk eleget. Miért fizetnénk kétszer? Március 9-én mindannyian szavazzunk igennel. Mert a jövő igennel kezdődik. A népszavazás érdekessége, hogy ezekről a kérdésekről elvileg nem lehetett volna referendumot tartani, hiszen közvetlenül a költségvetésbe avatkoztak bele, amit tiltott a törvény. Ilyen kérdésről alapból nem lehetett volna népszavazást kiírni, de az Alkotmánybíróság hosszas húzavona után azt a határozatot hozta, hogy a költségvetésnek csak a kiadási oldaláról nem lehet népszavazást tartani, a bevételeiről igen. A szociális népszavazás kampányfőnöki posztját Tarlós István kapta meg, mert Orbán tartotta 4 évvel ezelőtti kudarctól, és nem szerette volna magára rántani a vizes lepedőt. Tarlós viszont szívesen vállalta a pozíciót az elvesztett főpolgármesteri választás után, és persze az is fontos kommunikációs szempont volt, hogy Tarlós már akkor sem a Fidesz embere, hanem egy független politikus volt, aki nem tudott elmenni a kormány szociális érzéketlensége mellett. Ami Tarlós ismerve nem igazán meggyőző, de hé, ha megnézzük, hogy az akkori hatalmi elit mivel kampányolt különös tekintettel az SZDSZ kampányfilmjére, hát ahhoz képest Tarlós István is maga a két lábon járó empátia. Nem zavarja, hogy a szocializmus egyszer már nem működött, mert jó érzés hinni benne. Hát, ha most jobban sikerül. Népszavazás a szocializmusról. Március 9-én nemet mondhatsz. SZDSZ. Orbán amúgy feleslegesen aggódott a várható részvétel miatt, a tökélyre fejlesztett Kubatov-féle mozgósítás és az MSZP-SZDSZ bénázásának köszönhetően, hát valamint nem utolsó sorban a jogos társadalmi felháborodás miatt a szavazásra jogosult választók több, mint fele elment szavazni, ami az egyik legjobb eredmény volt 89 óta, hiszen arányaiban többen vettek rajta részt, mint az EU-s csatlakozásról szóló referendumon, vagy a 2016-os idegengyűlölő népszavazáson. Szomszéd a szomszédot, beteg az orvost, tanár a diákot, jobb módú a szegényt, nyugdíjas az egyetemistát, mindenki, mindenki. Mert amíg egymást marjuk, addig nincs időnk és erőnk kimondani, hogy a király mesztelen. De most március 9-én kimondtuk, és ezzel megtettük az első, a legfontosabb lépést. Most már csak ki kell tartanunk a saját utunk mellett. Hogy micsoda legendás időket éltünk akkor, azt mi sem mutatja jobban, hogy ekkor született meg az első magyar közéletről szóló hitleres mémvideók is. Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Breiter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuer Verrat geübt am deutschen Volke!
Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut. Bitte gerne. Jetzt beruhig dich doch. De igen, Gyurcsány leváltotta Horváth Ágnest, SZDSZ-es egészségügyi minisztert, ezzel pedig koalíciós válságot okozott a két párt között, de Gyurcsány nem mondott le, és nem lett előrehozott választás sem. Éreztem, hogy ma én jövök párba jözni, már amikor ott ültem a többiek között. Nagyon nagy élmény volt itt lenni, nagyon-nagyon szép volt minden. A másik oldalról meg nagyon örülök, hogy megyek haza. Tehát ez a várnak otthon, várnak a barátaim, vár a családom. A mozgósítás mellett a Fidesz tökére fejlesztette a már emlegetett papagáj kommandót is. Nézzünk is meg egy tipikus példát arra, hogy Szijjártó Péter, akkor még kommunikációs igazgató, hogyan egyszerűsítette le a Fidesz mondani valóját, válaszul pedig mit habogott rá az ismeretlen MSZP-s. Konvergencia program tehát igazából nem más, mint a második Gyurcsány csomag. A konvergencia program megszorításokra épül, arra épül, hogy hogyan lehet még több pénzt elvenni az emberektől, és ráadásul mindezt értelmetlenül teszi. Konvergencia program lenne egy második megszorító Gyurcsány csomag, azt hiszem megint csak a szenzáció hajhászásnak, a mai napra jutó tojásnak a megfogalmazása. A 2006-os önkormányzati választásokon a Fidesz olyan mértékben nyerte halálra magát, hogy innentől kezdve a vidéki polgármester hálózata jelentette számára a legfőbb támaszt. Mivel kormányzati pénzekből a Fidesz továbbra sem tudta finanszírozni működését, polgármesterei viszont szerte az országban könnyen juthattak pénzhez, főleg az ekkor felpörgő uniós támogatásoknak köszönhetően, szóval mindezek miatt a polgármesterek egyre komolyabb befolyása tehettek szert a Fidesz vezetésében. 2010-ben a legbefolyásosabb fideszesek között volt többek között Rogán Antal, az 5. kerület, Kós Lajos Debrecen, valamint Lázár János, Hódmezővásárhely polgármesterei, akik később mind fontos kormányzati és parlamenti pozíciókat szereztek. Ezek a figurák ugyanis fontos szerepet játszottak a Fidesz kormányzó képességének demonstrálásában, hiszen a Gyurcsány csomagok és a 2008-as válság alatt is komoly fejlődésen ment keresztül a városuk. De hogyan fejlesztették ezek a vidéki fideszes potentátok ellenzéki szélben a városaikat? Hát úgy, hogy Orbán Viktor gyakorlatilag felszólította őket, hogy adósítsák el magukat, vegyenek fel annyi hitelt, akár devizahitelt is, amennyit nem szégyelnek, miközben nyilvánosan a kormány politikáját épp az eladósodottság növelése miatt ostorozta. Az ország siralmas pénzügyi állapotban volt. A költségvetés egyensúlyba billentését, a kiváltságosok mohósága és gátlástalansága lehetetlenné tette. A kormány képtelen volt úrrá lenni a helyzeten. Egyetlen ötlete volt, hogy a lehető legtöbbet préselje ki az adófizetőiből, ám a bevétel így sem fedezte a kiadásokat. Egyre másra állam kölcsönöket kellett felvenni hajmeresztő kamatokkal. A nagy bank és hitelellenes fideszesek akkoriban svájci frank és euró alapú kötvényeket bocsájtottak ki, hogy még több felesleges szökőkutat, kihasználatlan termálfürdőt és színes kocka kövekkel beborított Kongan üres főteret építhessenek saját városaikban. A fideszes városfejlesztés modelljének megalkotása Szita Károly, egykori 3/2-es ügynök, kaposvári fideszes polgármester nevéhez kötődik, aki a 2008-as válság okozta károk és a Gyurcsány kormány szerencsétlenkedésének ellensúlyozásaként saját kaposvári gazdaságfejlesztési modell dolgozott ki. A modell alapját egyrészt a helyi adók elengedése jelentette a kisebb vállalkozások megsegítése és a munkahelyek megőrzése céljából, másrészt a még több EU-s forrás lehívása adta. Szita a kaposvári és az országos munkanélküliségi adatokat összevetve büszkén hirdette, hogy az ő kis városa sikeresen kezelte a gazdasági válság által okozott sokkot, és hosszú kimutatásokat készített arról, hogy Kaposváron kisebb a munkanélküliség, mint az országban. Mindennek köszönhetően 2009-re a fideszes önkormányzatok a legeladósodottabb megyei jogú városok és budapesti kerületek listájában a legelőkelőbb helyeket foglalták el. Ha valamiben, akkor ebben biztosan ők teljesítettek a legjobban. Az egyik leginkább érintett város Hódmezővásárhely volt,
amit akkor még a Fidesz későbbi nagyreményű frakcióvezetője Lázár János vezetett, és svájci frank alapú hitelekkel adósította el a várost az Erste Bankon keresztül, hogy aztán a kormányváltás után a bankokat fenyegetve követelje ki magának az adósságok egy részének elengedését. Szóval, hogy... Lázár János bankellenes kirohanásai természetesen csak kommunikációs trükkök voltak, hiszen a fideszes polgármesterek nagy része tudta, hogy a Fidesz valahogy majd meghálálja a tevékenységüket, és rendezni fogja helyettük az adósságaikat. A magyar kormány úgy döntött, hogy Hódmezővásárhely megyéjogú város vonatkozásában, Hódmezővásárhely polgárai vonatkozásában 22 milliárd 542 millió 174.649 forint adósságot 2014 márciusában átvállal. A magyar önkormányzatoktól összesen 1200 milliárd forint átvállalására került sor, ezzel új lehetőséget, új életlehetőséget biztosítva minden magyar települési önkormányzatnak. Tudta ezt Megyes Tamás esztergomi polgármester is, aki az egyik legeladósodottabb város vezette. A hitelállományunk pedig nem 26 milliárd, hanem az állami konszolidáció után már csak 13 körül van. Ezt a konszolidációt 2008-tól mindenki tudta, a mértékét és az időpontját pontosan nem ismerte. Erre szükség volt, 2004-től 5-től látszott. Ezzel normális ember tervezett. És annyi hitelt vett fel, amiről tudta, hogy csak a felét kell visszafizetni. Megyes annyira biztos volt a dolgában, hogy esztergomi Disneylandről álmodozott, sőt, egy csónakázó tavat is ásatott a saját hátsó kertjében. Szép kilátás. A vízügyi felügyelőség szerint engedély nélkül készül az esztergomi pihenőparkba tervezett tó, ezért fel kell függeszteni az építkezést. Egyelőre munkagépeket lát a város polgármestere, ha kinéz a háza ablakán. A területen pihenőparkot alakítanának ki csónakázótóval. Ami munka folyik, az olyan rehabilitáció, ami nem igényel engedélyt. Azt, hogy a tó végül megépülhet-e, a vízügyi felügyelet dönti majd el a vizsgálat után. És hogy mire költötte a többi fideszes önkormányzat a hiteleket? Természetesen a hátország finanszírozására. Ekkor emelkedett fel a Nyerges Zsolt, Simicska Lajos üzlettársa által birtokolt közgép, ami szépen kistafírongozta magát az EU-s pénzek által fűtött építkezési beruházásokon. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a jobb és baloldali üzletemberek közötti összejátszás miatt a Fideszhez köthető cégek ekkor is mindenfajta nehézség nélkül tehettek szert könnyű állami bevételekre. A közgép például a Transelektro részleges felvásárlása után került pozícióba. A nagymúltú építőipari céget a közgépen túl az első Orbán kormány kedvenc útépítő vállalata, a Vegyépszer, és a baloldalhoz köthető Rezonátor közösen szerezte meg. A közgép először a Margit híd felújítása során került a figyelem középpontjába, mikor a Demszky féle budapesti vezetés által tervezett eredeti ár többszöröséért kezdték el felújítani a hidat, közös konzorciumban a korábban a Fidesz által fő ellenségnek tekintett Strabaggal. Bizony, Puk László MSZP-s és Simicska Lajos fideszes pénztárnokok már akkor sem finnyáskodtak, ha üzletről volt szó. Ahogy később, a rádiófrekvenciák újraelosztásánál is ez történt. 2009-ben a népszerű Danubius és Sláger rádiók frekvencia jogosultságát mondva csinált okokra hivatkozva nem hosszabbították meg, helyette két teljesen újonnan alakult cégcsoportnak adták. Így jött létre a Nyerges Zsolton és Simicskán át a Fideszhez köthető Klassz FM és az MSZP-hez köthető Neo FM. Utóbbi természetesen a 2010-es kormányváltás után halálra volt ítélve. A kereskedelmi rádió remek ötlet. Egyrészt behúzhat piaci hirdetéseket is, nem kell feszt az állami baksisért ácsingózni, valamint propaganda célokra is kiváló. A pártpolitika iránt alapvetően közömbös tömegek hallgatják az óráként tolt, pár perces hírblokkokat. De a Klassz csak egyik szerint tagja volt az ekkor már fullon pörgő fideszes médiabirodalomnak, a zászlós hajó továbbra is a Magyar Nemzet, ami mellé került heti lap a heti válasz formájában, sőt, televízió is, ez volt a Hír TV. Simicska ekkoriban nem minden médiánál jött ki a fényre, de az informális befolyása töretlenül megvolt. Amit adott esetben nem csak a kormány szapulására, hanem az elégedetlenkedő konzervatívok kordában tartására sem félt felhasználni. Valószínűleg nem hiába nem lett később frakcióvezető a tanárból politikusnak állt Navracsics Tiborból sem, aki egyszer nyilvánosan megjegyezte, hogy le kéne számolni a Puk és Simicska kormányokkal. Ennek ellenére a Fidesz a szellemi hátországát sem hagyta cserben ellenzékben.
alig néhány hónappal a 2006-os választási vereség után alakult meg, Habony Árpád bábáskodása mellett a Nézőpont Intézet Mráz Ágoston Sámuel jobboldali hülyeségállító és pofonálló kiáró ember. Nézőpontot szerintem érdemes, hogyha követitek, mert a legfontosabbakat mi mérjük. Közpénzekkel visszafogottan, tisztességesen és átláthatóan kell bánni. Ez az alapelv szerintem mindenkinek. Ti beszéltek róla, mi ebben hiszünk is. Éppen ezért tudjuk... Valamint a későbbi KSH elnök Vukovics Gabriella és Csífalvai Zoltán nemzetgazdasági államtitkár vezetésével. A Fidesznek tehát már az addig is meglévő elemző és kutatóintézet a századvég mellett volt ereje újakat is létrehozni ellenzékben. Igény volt ezen intézetek fontos tanulmányaira, amik a jó kormányzásról készítettek filozófiai értekezéseket milliós gázsikért, hiszen a fideszes önkormányzatok ellátták őket megrendelésekkel. Közben a századvég is továbbfejlődött, hiszen leakasztotta az OTP vezérigazgatóját, Lantos Csabát, és megalakította a századvég gazdaságkutatót, jelezve, hogy Csányi Sándor OTP vezérigazgatónak igazából mindegy, ki van kormányon, ő mindenkivel szívesen együttműködik. Arról, hogy Csányi milyen mértékben vett részt akkoriban a politikában, legfeljebb sejtéseink lehetnek. Minden esetre a ciklus legnagyobb kémbotránya az OTP-nek is dolgozó, sőt sokak szerint egyenesen Csányi által finanszírozott biztonsági céghez, az UD-ZRT-hez kötődik. 2008-ban az MDF-ben tisztújító kongresszus közeledett, ahol az önálló MDF letéteményese, Dávid Ibolya, az első Fidesz kormány igazságügyi minisztere, és a Fidesz-szel szorosabb együttműködést kívánó Almási Kornél meccseltek volna egymással. Néhány nappal a kongresszus előtt Dávid Ibolya egy hangfelvételt tett közzé, amiben az UD-ZRT-s Tóth János Csányi Sándorral vitat meg egy megbízást, ami Dávid Ibolya lejáratásáról szólt volna, sőt azt is elmondja, hogy a megbízást Orbán egykori tanácsadójától, Tombor Andrástól kapta. Tombor a hozakörhöz tartozott, aki 2006-ban a vezér ellen szervezkedett. Józsi találkozott a Tombor Andrással, és kaptam tőle egy munkát, ami elég érdekes, igazán megosztanám veled. Tombor azt szeretné, hogy dolgoznánk az MDF-re, a Dávid Ibolyára, keresnénk a terhelőket, mert ugye van valami belső hatalomváltás szándék előkészítve, és Tombor azt mondja, hogy a stumfék állnak mögötte, ők pénzelik a váltást. Nem akarják szerezni az MDF-be az első helyet. Valami alelnök van benne, valami Antal, vagy nem Antal, hanem az Almás. Az, igen. Ővel a Józsi találkozni is fog a jövő héten, mert ő adja a konkrétabb információ igényét, hogy mit szeretne tőlünk. Tombor mellett az UD-ZRT ügyben érintett volt még Girószász András is, aki az MDF tanácsadó Somogyi Zoltán szerint arra kérte Dávid Ibolyát, hogy ne hozzon nyilvánosságra több felvételt. A két figura között annyi a különbség, hogy mi 2010 után Girószász kormányszóvivő lett, a nála sokkal nagyobb Balek Tombor csak 2014 után nyert megbocsájtást, amikor is a Mandiner felvásárlásával tette hasznossá magát a kibontakozó Simicska-Orbán háborúban. Majd végül rábízták a fideszes káderképzést. Ő irányítja a Matthias Corvinus Kollégium, vagyis MCC néven ismert egyetemistáknak, középiskolásoknak és általános iskolásoknak is ösztöndíjas oktatás kínáló szakkollégiumot, amit idén nyáron a kormány megdobott 290 milliárd forintnyi MOL, illetve Richter részvénnyel is. Az UD-ZRT ügy végül Almási visszalépésével és Dávid Ibolya győzelmével zárult, így a Fidesz nem került közelebb az egy a tábor, egy az ászló stratégia megvalósításához. Az MDF viszont két évvel később saját magát is elintézte, és kipottyant a parlamentből. Az ügy leginkább abból a szempontból érdekes, hogy rávilágított arra a Fidesz kvázi árnyék titkosszolgálatot működtet, miközben papírforma szerint ellenzékben van. Ráadásul ezt az árnyék titkosszolgálatot a konkurens politikai pártok működésének befolyásolására, illetve az érdekeiknek megfelelő gazdasági hírszerzésre használja. Miért gondoljuk, hogy az UD-ZRT a Fidesz árnyék ávója volt? A cég tulajdonosok két egykori BM 3x3-as, majd MBH-s főtiszt, Horváth József és Tóth János, az első Orbán kormány titokminiszterei, Kövér László és Demeter Ervin bizalmát is élvezték, rendszeres volt a kommunikáció közöttük. Ráadásul Horváth a 2010-es kormányváltás után a Katonai Biztonsági Hivatal főigazgatója lett. Az UD jogásza volt és felügyelő bizottságot is erősített Bakondi György, aki Orbánik hatalomra kerülése után főkatasztrófavédő, majd a miniszterelnök belbiztonsági fő tanácsadója titulussal büszkélkedhetett,
tudjátok, ő az a faszi, aki rendszeresen megjelenik a tévében, hogy a migrációs nyomás erősödéséről számoljon be. Na, és kicsit hasonló volt a helyzet a rendőrséggel is. A 2002-2010-es elmúlt 8 évben végig megmaradt Pintér Sándor befolyása a BM-re és a testületre, ami nem is csoda tekintve, hogy mekkora súlytalan figurákat tettek a terület élére a szoci kormányfők. Soroljuk! Lampert Mónika, Petrétei József, Takács Albert, az univerzális államigazgatási Jolly Joker, Draskovics Tibor, Forgács Imre. Már a névsorolvasástól is el lehet aludni. Lampert kabinet irodáján minden esetre nyomban 2002-ben fészket rakott Lustig Péter, aki MSZP-s országgyűlési képviselő is volt, de a CV-jében legalább olyan izgalmas a Baranya megyei rendőrfőkapitány helyettesség, még korábbról az államszocialista időkből pedig a térség hírszerzési főnöksége, illetve az, hogy annó ő szolgáltatta az alibit Pintérnek a 96-os lakatos merénylet idejére. Tudniillik, hogy együtt vacsiztak a Camel étteremben, amikor rálőttek az ügető hajtóra. Ha nagyon zavarosnak találod az ügyet, ami nem csoda, nem hiáztas saját magadat, az esetet a Pintér Sándorról szóló adásunkban veséztük ki alaposabban, az adás linkjét betettük ide a leírásba. Az ORFK-ra ertőernyőzött tanácsadónak Pintér egyik fő bizalmasa Horváth András, aki annak idején elkísérte Pintért a későbbi bombagyárosként elhíresült Dietmar Klodóhoz fájén izraeli biztonsági üveget venni. Maga Pintér 2003-ban szerezte meg a Civil Biztonsági Szolgálat ZRT-t. A társaság szépen nyerte is a közmegbízásokat, egyebek mellett rendőrségi objektumok őrzésére is. A Pintér cégbe 2004-ben szállt be az állami tulajdonú Magyar Fejlesztési Bank 49%-os tulajdonosként. A 75 millió forintos névértékű részvénycsomagért 240 milliót fizettek az opsitos miniszterek, a bank az ügyletet fejlesztési tőkefinanszírozásnak hívta. Oké, tehát miről van szó? A fideszes ex-belügyminiszter az MSZP és SZDSZ-es kormányzat alatt is üzletileg szépen fejlődik, állami bank finanszírozza a fejlesztését, sőt, különböző rendőrségeknek az objektumait felügyeli, sőt, őrzi, és még a saját embereit is kulcs pozícióba tudja helyezni. Nice try! Amikor pedig a 2006-os zavargások miatt országvilág, de leginkább a Fidesz Gergényi Péter budapesti főkapitány fejét követelte, kiderült, a szemkilövetőként hírhetté vált főrendőr békésen üzletel Pintérrel és bizalmasával Valenta László egykori belügyes kabinetfőnökkel. Admirál Tursz néven futtattak utazási irodát, a cég 60%-a Pintér Valenta tulajdona volt, a maradék pedig Gergényé. Viszonylag közkeletű, hogy Polt Péter első 2000-es legfőbb ügyészi kinevezése óta az ügyészség tokkal, vonóval a Fideszé. Az viszont kevésbé maradt meg a kollektív memóriában, hogy éppen a 2006-2010-es ciklus végén csúcsra pörgő elszámoltatási hisztéria idején nem Polt, hanem a szocik jelöltje Kovács Tamás egykori katonai ügyész vezette a vádhatóságot. Polt ekkoriban, köszönhetően úgy szintén a Gyurcsány kormány által beterjesztett törvénymódosításnak, a Lex Poltnak, főosztályvezetői pozícióban mulatta az időt Markó utcai munkahelyén. Helyettesét, Belovics Ervint Kovács megtartotta. Szép dolog a bizalom. Na, és ilyen körülmények között indultak meg a Nokia-s dobozos büntetőügyek. Hagyó, Molnár Gyula, Honvéd tábornokok, és a többi, amelyekről ma már tudni, hogy legfeljebb egy erősebb dorgálást kértek a sokatfogó bírósági eljárásokban, ha egyáltalán eljutottak a törvényszékig. Azonban a vezető száron hurcibált politikusok mindennapos vágóképe nagyon is alkalmas volt a választói befolyásolásra 2010-ben. Bizonyítékok vannak arra, hogy a Fidesz kormány két titokminisztere, Kövér László és Demeter Ervin is rendszeres kapcsolatban állt a megfigyelési ügyben gyanúba keveredett UDZRT több vezetőjével. Sőt, a két ellenzéki politikus megfigyelési feladatokkal is ellátta a céget, jelentette ki Szilvási György, titkosszolgálati miniszter a Nemzetbiztonsági Bizottság zárt ülésének szünetében.
A testület ülésén a Fidesz és a KDNP képviselői nem vettek részt. Demeter Ervin még a bejelentés előtt elismerte, hogy valóban tartott rendszeres kapcsolatot Horváth Józseffel, a megfigyelési botrányba keveredett UDZRT vezetőjével, aki a Fidesz kormány idején az MBH műveleti főigazgató helyettese volt, de azt állítja, nincs mit takargatnia. Konkrétan én egy alkalommal adtam át 15 millió forintot. Milyen formában? Hát ebben a Nokia-s dobozban. Közvetlenül a hagyó úrnak. Balogh Zsolt, a BKV korábbi vezetője adott új lendületet a hétvégén a BKV botránynak. A férfi először a Magyar Nemzetnek, majd a Hír TV-nek adott nyilatkozatában is megerősítette, hogy csak rajta keresztül 70 millió forint vándorolt BKV közeli cégektől Hagyó Miklóshoz. Január végén szivárgott ki, hogy a BKV két volt vezetője is terhelő vallomást tett Hagyó Miklósra. Elhangzottak terhelő vallomások. Egy nappal később az MSZP fővárosi vezetése felszólította Hagyó Miklóst, hogy mondjon le képviselőjelöltségéről. Különösen dédelgetett volt a BKV ügy, ahol a fővádlott Hagyó Miklós budapesti főpolgármester helyettes saját pártja, az MSZP maradéktalan rokonszenvét sem élvezte. A nyomozást végző BRFK nem mindennapi helyről kapott erősítést. Pető György, aki 2002 és 2006 között Tarlós István alpolgármestere volt Óbudán, szociszínekben, a lokális MSZP-s belhámorukban pedig Hagyóékkal szemben álló csapat tagjaként volt ismert a pártberkekben. Mivel maga sem rejtette különösebben véka alá BMS múltját, előbb a kémelhárításon dolgozott, majd a BM KIS bizottságának titkára volt, nem lehetett bonyolult újra felszerelnie. 2009-től történetesen a BRFK gazdaságvédelmén szolgált nyugállományuként, ott, ahol a BKV ügyet is nyomozták. Hogy mennyire látott rá a hagyóügyre, arról eltérőek a mondások, az viszont biztos, hogy 2010-től már Tarlós idejében a fővárosba igazolt át, ahol a fővárosi biztonsági iroda vezetését bízták rá. Figyeljük a mindent elsöprő 2010-es fülkeforradalom legkényesebb előzményeire, itt is, ott is befolyással voltak a szocik. 2010-ig a Fidesz gyakorlatilag ellenzékből foglalta el az országot úgy, hogy minden intézmény, szervezet, vállalkozói kör az ő kegyeiket kereste, a szavazás csupán szentesítette a totális győzelmet. Pécset már említettük, mint a mozgósítás és a Kubatov lista sikeres főpróbáját, de voltak éppen magának a NER-nek, a mindent legyaluló hatalmi arroganciának is a laboratóriuma volt a Dél-Dunántúli megyeszékhely. A frissen megválasztott fideszes városvezetés 2009. októberében biztonsági emberekkel akkor borította ki az addigi vízszolgáltatót, a francia kisebbségi tulajdonban lévő pécsi vízművet. Azóta magyar és nemzetközi bíróságok is kimondták, hogy jogellenesen, az eredeti állapotot azonban már nem lehetett helyreállítani. Az akció fő mozgatója bizonyos Szabó Iván ügyvéd volt, aki történetesen a Pintér féle, már emlegetett, civil biztonsági szolgálat jogi ügyeit is vitte. A mi ügyvédirodánk erre specializálódott, vízi közművekkel, illetve közművekkel kapcsolatos tanácsadást végez önkormányzatok részére. Az országban 6 vagy 7 nagy jelentős vízi közművet világítottunk már át. Adtunk tanácsot az önkormányzatnak arra, hogy hogyan lehetne hatékonyabban ezeket üzemeltetni. Egy tudományos előadás kapcsán találkoztam Pávagról, és akkor éppen a vízművel kapcsolatos problémákról beszélgettünk. A Fidesz a 2002-es vereségét követő populista fordulata mellett 8 éven át kitartott. Ám ami 2006-ban ez vereséget eredményezett, 2010-ben 2/3 hozott a pártnak. Ennek oka abban keresendő, hogy ami 2006-ban a Fidesz egy erős ellenféllel találkozott, és alul is maradt az akkor újszerűnek látszó, szociáldemokrata üzenetekkel kampányoló Gyurcsány által vezetett MSZP-vel szemben, de 4 évvel később, 2010-ben már csak a szocialisták vert hadával kellett megmérkőznie, akiket a 2008-as gazdasági világválság végleg a padlóra küldött a 2006 őszét követő politikai válság után. A Fidesz ellenzéki évei alatt a vezetőváltás többször is felmerült, de Orbán Viktor szervezeti reformjainak és a párton túlmutató karizmatikus vezetői szerepének köszönhetően komoly kihívóval alig találkozott. Így 2010-ben immáron 6-szor is a Fidesz miniszterelnök jelöltje, ennek következtében pedig az ország miniszterelnöke lehetett. Magyarország ma világra szóló győzelmet aratott, most az a feladatunk, hogy a győzelem lendületével folytassuk a megkezdett együttműködést, megkezdjük a mögöttünk hagyott korszak romjainak eltakarítását, a felelősség megállapítását és az újjáépítést.
A Fidesz régi stratégiája a jobb oldal egy pártban történő egyesítése, egy a tábor, egy a zászló, 2010-re sem valósult meg, hiszen váratlanul megjelent a Jobbik, ami komoly részt hasított ki a nemzetinek mondott oldalból, de az MSZP táborából is. Ugyanakkor a szélső jobboldali párt megjelenése 2010-ben nemhogy a győzelmet, de igazából még a kétharmadot sem fenyegette, hiszen közben a nagy politikai ellenfél, az MSZP összeomlott. És a Fidesz a centrumban találta magát, ahol jobbról és balról is jelentős számú szavazatot sikerült besöpörnie. Orbán ezt később úgy interpretálta, hogy létrehozta a centrális erőteret, ami majdnem akkora csúsztatás, mint a fülke forradalom, hiszen számos a Fidesz lépéseitől független esemény komolyan segítette a kétharmad kialakulását. A Fidesz 8 éven keresztül aprólékos, szívós munkával kidolgozta és könyörtelenül megvalósította a győzelmi stratégiáját. Ennek köszönhetően inthettünk búcsút a harmadik köztársaságnak, és kényszerültünk bele a NER-be. Ha tetszett a tartalom, akkor kérlek, hogy szállj be a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül, ehhez a link a leírásban elérhető. Ha még nem tetted volna, meg mindenképpen iratkozz fel a csatornára, illetve a like és dislike gombok használatával fejezd ki a véleményed. Ha van bármilyen kérdésed, észrevételed az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor rögtön várunk itt a komment szekcióban. Kérlek, hogy kövess minket Facebookon, illetve csatlakozz a Facebook csoportunkhoz, ami Partizán Társalgó néven található meg. Munkatársai nevében köszönöm szépen a figyelmedet, Gulyás Márton voltam, hamarosan találkozunk, ciao.